Gyűjti a Deponia kabala figuráját legelőször rajthoz a Csalai hulladék lerakó melletti területen a Decathlon 12 órás futás kihívásán. A mozgásra ösztönző felhívást az egyik munkatárs látta meg először. Az egyik ismerősöm osztotta meg a Facebookon, és ott láttam ezt a kihívást, és úgy gondoltam, hogy ez összehozhatja itt a csapatot. Ezért gondoltam, hogy megkérdezem a céges belső csoportunkba, hogy valaki szeretne csatlakozni, és tényleg nagyon sok komment érkezett rá, várakozáson felül, úgyhogy igazából aztán elkezdtük szervezni. És most itt vagyunk. A februárban feltett kérdésre rögtön 70-80 komment érkezett. Nem volt kérdés, hogy igény lenne a félnapos futás kihívás teljesítésére. Ez a kihívás a mozgásról szól, a mozgásra ösztönöz, illetve összehozza a csapatot, úgyhogy emiatt is indultunk el ezen a kihíváson. Ügyvezető úr egyből mellé állt a kihívás mellé, és tényleg minden terület és minden osztály fog futni a mai nap folyamán. Összesen 78 kollégánk vállalta a kihívást, fut az egészségért, fut a mozgás öröméért, és fut maga a Deponia közösségéért, hiszen tudjuk, hogy egységben az erő, és csak egy csapatként tudunk megmérkőzni ezen a futás kihíváson. Gyűjti után a következő futó Hegedűs György volt, aki 20 percet vállalt a 12 órás futásból. Nagyon jól esett egy korán reggel. Hát Isten, igazából mozgás vagyok minden nap, szóval nem esett rosszul, de az időről meg csak annyit mondanék, hogy lehetett volna jobb is, de majd teszünk róla, hogy legyen jobb is. Oreo a Deponia hatnapos báránykája is csatlakozott a futókhoz, akik folyamatos szurkolás mellett teljesítik az 5-10-20 perces vállalásokat. Rendszeresen futok, egészen fél maratonig jutottam. Én nagyon szeretem a közösségi futásokat. Szerintem nagyon jó csapatépítő egy ilyen. Most nem vagyok a legjobb formában, úgyhogy lesz benne egy kis kihívás azért. A reggel 8 órakor indult kihívást 20 órakor teljesítik a Deponia munkatársai, igazgatók, osztályvezetők, ügyfélszolgálatosok, irodában dolgozók, sofőrök, rakodók, TMK munkások képviseltetik magukat többek között a közösségi futáson.